Kívánok, és szeretem köszönteni én is Önöket. Vége lassan a tanévnek. Itt a vakáció, amikor a fiatalok nyaralásra, szórakozásra, utazásra és munkavállalásra készülnek. Ennek a mai sajtótájékoztatónak ez az utóbbi lenne a témája, mert nagyon fontos az, hogy az egész évben iskolapadban ülő, és néha az iskolából kimozduló gyerekek a munkavilágával is szembesüljenek. Ezt egyrészt az új nemzeti alaptantervben is eléggé hangsúlyossá tettük, mind a munkavilágához való közeledést, mind az ezzel szoros kapcsolatban levő gazdasági és pénzügyi ismereteknek a bevezetését. Aki dolgozik, az pénzt is keres, aki pénzt keres, az adózik ezután, és szerződést köt, ezért ezek az ismeretek rendkívül fontosak a fiatalok számára. Mindenről majd a NAV elnökhelyettese fog kicsit bővebben szólni. Én csak arra hívnám fel ismét a figyelmüket, hogy mindazokat a megtanult ismereteket, amelyeket az évközben a gyerekek fölszedtek, ilyenkor a nyári munka során eredményesen hasznosíthatják. Ha bármelyiküket érdekli, egy olyan kigyűjtést elhoztam, igaz, hogy csak egy példány van, de másolhatunk belőle, amely azt szedi csokorba, hogy a Nemzeti Alaptanterv a gazdasági és pénzügyi ismereteket hol, milyen tantárgyban, milyen műveltségi területben burkoltan szabályozza, és mindettől azt reméljük, hogy az ezen ismereteket megszerző és nyári munkákkal és egyéb munkákkal gyarapító gyerekek néhány év múlva sokkal nagyobb tudással és jobb kompetenciákkal lépnek majd ki az életbe. Amiről még, ha megengedik, szólnék néhány szót, az a nyári munkavállalásnak a pedagógiai oldala, hogyha úgy tetszik. Erre nem csak azért támogatjuk a fiataloknak, a diákoknak a munkavégzését, köszönöm, hogy pénzt keressenek. Ez is fontos, szükségük is van rá. Inkább azt az oldalát hangsúlyoznám, hogy mindaz, amit a tanév közben megtanulnak, itt munkatapasztalaton keresztül szerzik meg. És a modern oktatási rendszerekben egyre nagyobb törekvés mutatkozik világszerte abba az irányba, hogy a munkatapasztalatokat, a nem formális tanulást is bevigyük az iskolába. Ha valaki egy hetet vagy két hetet végig dolgozik egy akármilyen általa választott vagy talált munkahelyen, és ott figyel a munkájára, figyel az emberekre, sokszor nagyobb gazdagsággal lép be a következő tanévben, mint hogyha könyvekből szerezni a tudását. Ezért mindazoknak a munkáltatóknak, amelyek vagy akik munkát kínálnak, munkát adnak fiataloknak, nekik is tudniuk kell, hogy itt fiatalok, amennyiben középiskolások, akkor még kiskorú fiatalok fognak dolgozni, vagy egyetemisták, tehát nekik is egy kicsit pedagógiai munkát is kell végezni, amikor fiatalokat foglalkoztatnak. De itt nincs kegyelem, ha napi munka 6 óra, akkor 6 órát kell dolgozni, ha 7 óra, akkor 7 órát. Az fog épülni morálisan is, szakmailag is, tudásban is, a nyári munkavégzésből, aki komolyan veszi ezt. Forduljanak az egyetemeken, főiskolákon működő diák információs irodákhoz, vagy bármelyik munkáltatóhoz, ha már az elektronika világában nem nehéz információhoz jutni. Bátran biztatunk minden 16. életévét betöltött fiatalt, de a nyári szünidőben 15 éves kor után is lehet nyári munkát vállalni, mindazoknál a szervezeteknél, cégeknél, amelyek ilyen lehetőséget kínálnak. És hát jó munkavégzést kívánunk, és átadom a szót, továbbadom a NAV elnök. Mi mindenhol megpróbáljuk népszerűsíteni azt a szakmát, amit mi képviselünk, folyólag, ahol lehet, és ha lehet, akkor minél korábbi stádiumában, az emberi fejlődésnek tudatosuljon mindenkiben, hogy van egy ilyen kötelezettség. Hagyományosan jó az együttműködésünk, hadd mondjam el, hogy most is és a korábbi időszakban is számos olyan adózással kapcsolatos kiadvány sikerült a minisztériumon keresztül az iskolákba eljuttatni, ami azt gondolom, hogy mindenkinek az épülésére szolgál.
ugye egy 25 éves adórendszerünk van, tehát azokról a diákok, vagy azok a diákok, akikről ma itt beszélünk, ők már abban a korban születtek, amikor a természetes, teljesen természetes volt, hogy személyi jövedelemadó van, hogy általános forgalmi adó van. Az idősebbek még mondhatják azt, hogy nem abban nőttek föl, itt most már nincs kegyelem, tehát nekik is ezeket a szabályokat ismerni kell. Elkészítettünk egy tájékoztatót, amit a adóhatóság honlapjára is kitettük. Én megnéztem most, kint van már az első hír, tehát hogyha bárkit ez bővebben érdekel, meg tudja ott nézni, de hoztam néhányat, úgyhogy ha megkérdeztem a kollégákat, akkor adjanak a újságíróknak. És ebből szeretnék néhány dologra fölhívni a figyelmet, szeretném néhány olyan dologra, ami azt gondolom, hogy a diákok szempontjából nagyon fontos. Ugye azt senki nem vitatja, hogy adót fizetni kell, de ott már kicsit más a helyzet, amikor arról szól a történet, hogy de most akkor én mennyi pénzt kapjak, mennyi fizetést kapjak, és ilyenkor hajlamosak az emberek arra, hogy elindulnak egy más irányba, és azt mondják, hogy feketén én többet tudok keresni, ezért diák vagyok, jobb az, hogyha többet kapok. De a valóságban mindig egy-egy augusztusi, szeptemberi értékeléskor kiderül az, hogy bizony azok, akik ezt a utat választották, nem biztos, hogy jól jártak. Az, hogy valaki dolgozhasson, annak elővető feltétele az, hogy legyen egy adóazonosító jele. Ugye ez a korosztály még az, amelyik nem születésekor kapta meg az adóazonosító jelet, tehát ha valaki véletlenül nem kapta volna meg, nincs neki, akkor neki ezt kell kérnie az adóhatóságtól. Meg leírtuk, hogy pontosan mi a ceremónia, hova kell elmenni ilyenkor, milyen adatlapot kell kitölteni. A következő stádium a bejelentkezés után az, hogy győződjünk is meg arról, hogy a munkáltatónk bejelentett bennünket, hiszen hogyha nem jelentett be bennünket, akkor a későbbiekben nem tarthatunk igényt olyan ellátásokra, ne adj Isten, ne adja Isten, inkább így mondanám, valami történik velünk, adott esetben megsérülünk, betegek leszünk, stb. Nem lehet kártérítési igényünk, hogyha mi nem voltunk bejelentve. Aztán a következő, amikor megkapjuk a keresetünket, ugye két kötelezettség van ilyenkor, az adó és a járulék. Adót általán szabályok szerint fizetünk, a járuléknál egyetlen dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Van egy olyan kedvező megoldás most már évek óta, hogy az iskola szövetkezeteken keresztül dolgozhatnak a diákok. Ilyen esetben emögött nincs járulék. Ez ugyanazt is jelenti, hogy a későbbiekben semmiféle szolgálati időt, semmiféle ellátási jogosultságot ez nem teremt, de minden esetre anyagilag ilyenkor kedvezőbb helyzetbe kerül. És ugye említettem a bejelentés fontosságát. Ha valaki diákként, a középiskolás kortól, egyetemista kortól 4-5 nyáron dolgozik, az azt jelenti, hogy amikor majd egyszer nagyon sokára nyugdíjba vonul, akkor a szolgálati idejében ott lesz neki fél éve, egy éve, attól függ, mennyit tudott összeszedni, ami adott esetben például előbbi nyugdíjazást tesz lehetővé. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad ezeket a lehetőségeket elszalasztani, még akkor se, hogyha most úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon messze van ez a dolog. Nagyon fontos, hogy a szakmai gyakorlat nem tartozik-e körbe. Tehát amikor valaki kötelezően szakmai gyakorlatot vesz részt, természetesen, hogyha ez a szakmai gyakorlat túlmegy azon, amit jogszabály kötelezően előír, és tovább dolgozik, és más feltételekkel, akkor ott lehet keresmény, de a normál általános szakmai gyakorlat nem tartozik ebbe a körbe. Ugye még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt lehettünk, és hát arra kérek minden diákot, hogy önmaga, és hát természetesen a költségvetés érdekében is jelentkezzen be, fizesse azokat a kötelezettségeket, amit neki fizetnie kell.